Már mondja is, hogy melyik az utolsó díj, amit idén szeretnénk átadni. Életműdíjas. Zsolt. Hallottuk. Egy-két évet még adjunk neki, hát ha még addig bírja. Egy olyan életműdíjasunk van, nagyon sokféle életműdíjasunk volt. Már ugye voltak olyanok, akik a magyar diszkózás ős apáinak tekinthetők, akik lerakták az alapokat. Aztán volt olyan életműdíjasunk, aki a mai napig is nagyon aktív, most is itt ül közöttünk, és nem csak, hogy nagyon sok fiatalabb, és most már nem is annyira fiatal kollégát indított el a pályán, és segített neki, hanem a mai napig együtt lélegzik, együtt él mindannyiunkkal. És van egy olyan életműdíjasunk ma, aki nem csak DJ-ként, illetve műsorvezetőként, de valamikor lemezbolt tulajdonosként is mindig benne volt a sűrűjében, a zenei életben, a DJ életben, akit szerintem mindenki ismer, és ő is ismer mindenkit. És ma már ugye más időket járunk, ez a legendás lemezbolt, ez ma már valóban csak legenda, de azt hiszem, hogy egy olyan legenda, amit soha nem fogunk elfelejteni, legalább, és azok biztos, hogy nem, akik melyik napon is kellett mindig menni, amikor jöttek az új lemezek csütörtökön, és hát vagy verekedni kellett, vagy nagyon csókosnak lenni, hogy csókosoknak szerdán, így van, hogy sikerüljön hozzájutni az egy-két darabhoz a különlegességekből. Kedves barátaim, az életmű díjasunk Suri Imre! Valentine's Music Awards 2017 életmű díjas ebben az évben, hölgyeim és uraim! Suri Imre! Eddig azt hittem, hogy csak öreg emberek kapják. Erre tessék! Az igazság az, hogy a felét elhallgattad. Köszönöm szépen egyrészt mindannyiatoknak. 92-ben volt az a bizonyos hanglemez, volt a DJ Service. Nagyjából 8-as évek közepén ott a diszkozom, azóta is aktívan egyébként. Rádiózom 24 éve. Megjelent 19 lemezem, abból azt hiszem 10 arany lett, 2 platina, és hát én csináltam az első DMC-t a Schneider Attilával, együtt csináltuk a Thirst-t a Heinekennel, egy pár dolgot talán tényleg elmondhatok magamról, de a legjobb az, hogy ilyen társába kerülhettem. Köszönöm. És nagyon büszke vagyok, mert megint sikerült, úgy ide hívunk az életmű díjast, hogy nem tudta, hogy díjat fog kapni. Úgyhogy mi még egyszer gratulálunk, és ez nem életkor függő az életmű díj, hanem teljesítmény függő. Úgyhogy minél fiatalabban kapja meg valaki, azt hiszem annál büszkébb lehet magára. Még egyszer gratulálunk. Idén tehát, hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlévő szakma és közönség és érdekeltek, és mindenki más, az életmű díjas Valentine's Music Awards 2017. Nagy taps és ováció a színpadon az életmű díjas Suri Imre! Azt mondja, nem adom a viszkimet, de szerintem ezt hallottátok. Jó, már csak pár percet kell várni, aztán mindenki folytathatja a viszkizést egyébként a bárban. Mert hogy elérkeztünk egyébként, hölgyeim és uraim, az idei Valentine's Music Awards 2017 díjátadó részének a végéhez, úgyhogy megkérem nagyra becsült igazgató úrunkat, Zsoltot, hogy 3 mondattal értékelje a 2017-es évet zenélés szempontjából. Először a te teljesítményedet szeretném értékelni, amit nagyon köszönünk, én elnök vagyok, nem igazgató, de egyébként nekem különösebb jelentősége nincsen. Azt is mondhatok volna, hogy a honlapot, fő nem baj. Úr. Köszönjük szépen, és köszönjük szépen mindenkinek a részvételt, köszönjük a Valentine's-nak, hogy ismét együtt rendezhettük meg ezt a díjátadót, a Nemzeti Kulturális Alapnak. Szintén a támogatást mindannyiatoknak, hogy itt voltatok, hogy szavaztatok, hogy részt vesztek, hogy lelkesek vagytok, hogy drukkoltok, hogy gratuláltok, és hogy diszkóztok, dolgoztok, csináljátok a zenét. Köszönjük, további sok sikert mindenkinek. Találkozunk egy év múlva, sziasztok! Ennyi volt tehát a Valentine's Music Awards 2017 díjátadó része, de természetesen a parti folytatódik, ugyanott, ahol elkezdődött, úgyhogy várnak benneteket sok szeretettel a pultos srácok és lányok, és akkor kellemes jó szórakozást mindenkinek az est hátra lévő részéhez, érezzétek jól magatokat, és jövőre természetesen lesz megint majd díjátadó. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, jó szórakozást, sziasztok! Ó, bocsánat, a legfontosabbat elfelejtettem. Az összes díjazott, legyen szíves, fáradjon föl a színpadra egy fotó erejéig.
mindenki, aki díjat kapott, a külföldieket leszámítva, legyenek szívesek, fáradjanak föl a színpadra, természetesen a díjjal együtt. Köszönöm szépen, tehát egy közös fotót szeretnénk még készíteni a díjazottakkal.